hogy önvédelmi rendszer meg egyértelműen nem a versenyzési cél, hanem csak az önvédelmi szituációknak a megoldása. Olyan gyakorlatok is vannak itt, idézőjelben itt a legkönnyebb adni, vagy fejlődni, mert viszonylag kevés a talajok, ha lehet így mondani. Mert tényleg csak azt nézik, hogy mondjuk a nőket hogy szokták megtalálni, folytogatják, a haját húzzák, a táskáját megfogják, tényleg csak azok a dolgokkal foglalkoznak, míg egy küzdősport, az, meg mondjuk a harcrészet, az meg az szinte mindent lefelé küzdődik, hogy kell ütni, hogy kell dobni, hogy kell földön dolgozni. A küzdősport az inkább egy sport specifikus, tehát a boxon az csak úgy kitanulnak meg. Aztán azt mondom, hogy megint az nem tudom megvédni magad, de csak egy szegmensét tanulják a küzdésnek. A birkózó azok a dobás, a földre vitelek, ugye egyébként a dzsungdusok, kickboxosok, rugby, rúni, az is már egy kicsit konverzió, akkor is csak egy idézőjel, csak egy szerepe. Teljes küzdésnek. Az önvédelemnek az persze nem csak pláne, no? Tehát az tényleg csak azt tanítják, ami ilyen szituációk vannak. Nyilván ott is vannak ilyen civil dolgok, de leginkább a rendfenntartó szervek tanítanak ilyen különböző önvédelmi rendszereket, ahol vannak elvezetések, bilincselések, lefogások. Ilyen küzdősport nem mindegyik foglalkozik ilyenekkel, hanem valamit csak ütnek, csak tudnak. A harcvészet az megint ugye általában van is benne, illetve a harcvészetben vannak eszközök, a küzdősportról általában nincsenek. Az önvédelmi rendszerben vannak, ott inkább modernek, ugye kés, pisztoly, harcvészetekben általában ezek mellett még így felelhető a tradicionális eszközök, fakar, meg ilyenek a hagyományokat azért őrizik. Szóval nagyjából így lehet belemegint, hogy te megy, hogy szeretnél válaszolni, az így alkalmat függő szerintem, vagy egy habitus függő, de sokszor az, hogy nem is az, hogy neki nincs válasz, hanem hogy kivel csinálod. Sokszor azt látom, hogy remegy valaki boxra, belefut egy rossz csapatból, vagy egy rossz társaságból, arról, hogy az első embert, aki jó, meg kell verni, megnézzük, hogy mit bír, akkor ezt általánosítják, hogy most minden boxoló ilyenek, ez minden boxerzés ilyen. Közben nem, lehet, hogy csak az egyikbe beleszaladt. Tehát akkor általánosítom, és az viszont nem jó. Van ez a módszer is, hogy akkor együtt bedobnak a végzőt. Ennek is van értelme. Én nem ezt szoktam csinálni, inkább a fokozatosság elmét vallom, hiszen most aki bejön és semmit nem tud, most lezsákolni, hanem kihívás, akiben már 10 éve csinálsz. Most nem azt mondom, hogy simogatni kell a belső edzésedre, talán azt mondom, hogy kiverül a két fogában, hogy életre kell kedve, soha többet nem.
nem csak az edzésre lehet ráhozni, hanem a hétköznapi életedbe is át tudod ültetni. Mert ez el kell menni az elején. De elindulni nagyon nehéz, azt nem kétlem. De utána, amikor van mozgásból az ember, lehetne hullámvölgye, mert mindenki van nekem is, a 25 év alatt rengeteg szervoz. De hogyha érzed, hogy azt tényleg mondd és szereted, akkor át lehet rajta menni. Néha itt valami változtatni kell, kicsit változtatni, és akkor ki lehet jönni ezeket, és akkor újra elmegyünk rá, akkor félig is tudod élvezni az edzéseket. Szóval, amitől plusz szerintem, és érdemes választani harcolni, hogy küzdős gólyot, az mindenképp az a küzdés, az a küzdő élmény, és meg lehet szokni az agressziót, tehát hozzá lehet szokni, főleg aki tudja, hogy aki az ütések egyértelmű, hogy szokja az, de az én birkózó küzdések is, ugye saját bőrödön érzed, hogy most megfogtam, most lenyomtam, most folytanak, most feszítenek, hát ott vagy benne. Mondjuk ez igaz, de azt tudják, hogy most átérted, de átment valamennyire, de hozzá lehet szokni ez a az agresszióhoz, a stresszhez, ami nagyon hosszú utcán is érhet, sőt, minden szituáció, de sokkal-sokkal durvábban. És akkor sokkal mondja, hogy jaj, de majd az utcán adok, majd már nem csinálja a hagyja. Hát, hogy a rendvésen nem lehet, hogy megcsinálnak az utcán, miért? A rendvésen nem lehet az utcán, azt gondolod, hogy az jó, az még stresszesebb, ott még fokozottan rossz minden. Az edzésen itt felismersz mindenkit, nem félsz senkitől, mindenki a barát, az utcán nem. Tehát nincs ilyen. Az edzésen azért figyelünk, de vannak védi felszerelések, ott az utcán nincsenek. Mindegetettek is van. De mindenképpen ez egy nagyobb élmény. És hát ugye a félelemekről egy pár gondolatot, mert a küzdésben is följön az ember. Vagy attól fél, hogy megütik, vagy attól fél, hogy megüssi a másikat. A kettő szöbben meg általában. De ha nincs ütés, akkor meg attól, hogy lenyomják, hogy kikapok, hogy fáj. Tehát rengeteg mindentől lehet félni. Ugyanúgy az edzőteremben, mondjuk a hétköznapi életben, nem vagyok elég jó, nem fog sikerülni, mit fognak mondani az emberekkel. Rengeteg félelme lehet az embernek, hogy nézzen hozzá, hogy tudjuk ezeket leküzdeni, hát szembe kell, hogy nézni, mert nincs pirula, hogy beveszed és nem félsz. Illetve az egyáltalán baj, hogyha fél az ember. Ugye, aki főleg, hogy harcol, hogy ütősport világára hozott, hogy versenyzik, például én is azért kezdtem, hogy a fentetik versenyzni, de féltem. Nem tudtam, hogy most ez direkt jó tudás volt, hogy nem érni. És akkor elmentem, vagy olyan emberekhez, akik azért jönnek, hogy elégítik a fejemet, és akkor oda állt, és akkor ki megtudod, hogy mi történik. És hogyha nem az eredményért mész, hanem a saját maga célodért, mindegy, hogy nyersz, hogy veszítesz. Nekem az elején az volt a célom, hogy kimerjek állni magamért. És mindegy, hogy nyerek, veszítek. Úgyhogy én ott beleadtam mindent, mindegy, hogy nyerek, veszítek, a számra az már sikert. Tehát már győzöm, mert azért jöttem, hogy szembenézek ezzel. És újra szembe kellett nézni. Tehát nem volt elég egyszer. Sőt, a mai napig, ha elmegyek versenyre, akkor most is van bennem félelem. Esetleg nem akkora, mint ami eddig volt, vagy jobban tudom kezelni, jobban tudom használni. De attól, hogy van bennem, és talán jó is, hogy az ember van egy kicsi, mert úgy néz be, hogy nem félsz semmit, az nem tudom, az lehet, hogy egy kicsit ilyen könnyebb veszed, és pont azért, hogy kikapni, vagy nem készülsz fel annyira rá, nem tartasz annyira az ellenbe, szóval egy kicsi nem volt, van az emberben. De hogyha sok van, akkor is próbálj nem azt mondani, hogy nagyon sok, hogy félek, akkor gyáva vagyok. És a vagyok szó, az mindig a lényed azonosítja, egy ilyen vagy. Én azt mondom, hogy maximum gyáva viselkedsz. De nem te vagy a gyáva, mert te egy ember vagy is kész. És miért nem döntetnél úgy, hogy meghátrálsz? Ugye négyféleképpen tudok szembenézni egy félelemmel, akár egy védelmi szituáció, akár bármi, vagy harcolunk, vagy hát lefagyunk, és nem tudunk elmenekülni a szituáció elől, vagy elmenekülünk, vagy megkérünk még valakit, hogy harcolj helyet. Ez a lényeg. Ugyanúgy az önvédelemben is, meg egy probléma, hogy félelmetesz. Tehát az valaki nem mer felszólalni egy emberek előtt. Nekem is ez azért félelmetes, hogy kiálljak, mert ez mindig támadási felület, hogy megmutatsz magadból egy részt, és akkor ezt lehet hitáltani, ezt lehet felszólalni, mert most te így gondolod, és ez nem jó, és akkor ez mindig félelmetes az ember, hogy fognak szólni a másikat. Tehát ezt is gyakorolni kell, hogy ezt megszokja. Ez is félelmetes szituáció, lehet valakinek, és akkor megint is vagy harcolok, vagy jövök és csinálom, vagy azt mondom az örökjön, ha fáj hasonló, jó, nem tudom megtartani, és akkor jól vagy itt vagyok, és akkor az van, hogy és akkor lefagytam, vagy megkérek valami, hoztam volna valakit, hogy akkor majd megtartja helyette, hogy akkor elhúzta volna. Tehát ugyanúgy meg lehet ezeket csinálni. De lényeg, hogy szembe kell vele nézni, amit a félsz, és itt is a fokozatosság el, a lépésről lépésre. Ne akar azonnal. De ugyanúgy, hogyha félsz a küzdésre, félsz ütést kapni, akkor azt mondani, hogy ne is olyan küzdés válsz, hogy ahol
is kezd nagyon lassú, kezd fokozatosan, de arról azért full kontakt küzdelemre, mert ebben meg megcsináltam, lehet, hogy nekem arra van szükséged, de én inkább a fokozatosság elmének híve vagyok, és ugyanaz, hogyha mondjuk félsz a tégszögből, félsz a magasvártól, de azt csinálsz, hogy fölmész a 10-es tetejére és lenézel, mert lehet, hogy nem fogsz élni, mert ez tégszögből. Állj fel egy székre, és nézd meg, hogy mi történik. Mert hogy hú, hogy már ez is sok, hát akkor gyere le, megint állj fel, megint gyere le, tehát hogy hosszoktasd hozzámot. Ha jó a szék, állj fel az asztalra, felállsz az asztalra, és akkor így felállsz a létrára, és szép fokozatosan beleszoksz, hozzászoksz a félelemhez, figyeled az érzést, hogy benned van. A félelem érzése van benned, ott van, nem pedig a te vagy maga a félelem, te vagy a gyáva, te vagy a rossz, mert hogy csinálsod zajnak, hogy béna vagyok, rossz vagyok, mert nekem ez nem megy, mert megint a lényegre azonosítod magad is. Sose jó. Max azt mondta, hogy nem jól csinálom, mert szarul megyek azok, és azt mondta, hogy rám, hogy tök szar vagyok, mert csak mondják ilyeneket, de minek? Azt, hogy ami nem megvan, az nem elhazudni kell a valóságot, csak sokszor rosszul értelmezik a dolgot, meg rosszul használjuk a szavakat. Magamra azt mondom, hogy milyen szar vagy, nem vagy szar vagy, szar vagy. Az lehetséges. De most, hogyha fokozatosan elkezdesz foglalkozni, mert előbb-utóbb célszerű, mert le lehet tagadni, csak akkor beszűkíted az életedet. Hogyha félsz a magaságot, hogy akkor nem megyek se ide, se oda félsz a repülést, nem megyek se oda félsz kocsiba, az akkor tehát egy előbb-utóbb a félelmét be fogom zárni téged. Amint megnyitnám pedig a rossz, lehet, hogy valaki négy fal között is jól érzi magát, de mindenki szűk ki az életedét az ember. Ha viszont elkezdesz szépen szembenézni vele, akkor megvan legalább az esélyed arra, hogy a váltó és kitárulnak a világ körülötted. Szóval ennyit így a félelemről. Foglalkozni kell vele, fokozatosan lépésről lépésre haladjon az ember. És ez is igazából az önismeret, bár nem szeretem egy önismeretet, mert most olvastam, hogy lehet megismerni saját magadat, hogy vagy te, meg magad, tehát akkor ketten vagyunk. Hogy lehet? Tehát ez milyen érdekes, hogy használjuk a szót, hogy önismeret, de mit jelent? Hogy lehet, hogy én megismerem magad? Igen? Azt. Igen. Tehát az ember festnek, és igen, ez egy példa, befelefele a bal és a jobb aspektek nem egyformán működik. Ez a gondolom köztes sportokban ugyanez van, hogy ha befelé figyelek, akkor a jobb aspektekével kialakul egy közös tér, a jubitívia szersz, és az a tér, amikor a két aspekteke egy bizonyos működik együtt tud működni. De nekem meg kell szépen a bal ugye onnan jönnek az álmok, az az aspirtek egy intelligensen, mint a kinti aspirtekén, mert szád szerint hatalmasabb, és az időtési teret csak azért hozza létre, hogy lineárisan lépjük igen az életet. A jobb aspirtekkel az fölött áll az időnek és a térnek. Két érzelmi gyakorlatilag, és mindent tud fejezni, de az állam az valójában értelmes, csak meg kell tanulni lefordítani, ami mindig veszteséggel is lehet, de nyeresség az, hogy az ember megtanulja a szimbólumokat kezelni, hogyha egy után megtanít ezt az érdet, de mindenképpen egy belső párbeszéd kezdődik, ami nem skizofrénia, talán inkább a skizoid állapothoz hasonlít, de azt az nem betegség. Tehát ez a kettősség megvan az embernek. Ezt csak arra mondtam, hogy a párbeszéd. Én úgy nézem, hogy nem magam, mert valaki magával beszél, hogy valami gondolat, de inkább tudatállapotok vannak. De mindegyik én vagyok. Csak más tudatállapotok van. Mert hogyha sokszor van az, hogyha mert most ugye jól meg valaki ez kettő, de nem csak két én, sokszor azt mondom, hogy ilyen vagyok olyan, megint azok, hogy azt mondom, hogy vagyok. És ez hogyha pozitív az jó, de sokszor van egy rossz én, nem a rosszul cselekszik. És akkor ez át lehet rá tolni, hogy ez nem is én vagyok. Persze, tudom, csak hogy a nyelvre nagyon kell figyelni, hogy milyen szavakat használ az ember. Igen, a küzdő sportokban ugyanez van ott is, tehát ez a harmadik szemeffektus az,
is alfa-állapotba fogunk működni. Tehát egyre többet lehet kihozni abból a belső világból. Tehát így nem arról van szó, hogy én kettő vagyok, mert nem kettő vagyok, hiszen a tudatos rész is tele van intuícióval, a kép és a gondolati nyilvánítás keveredi. Nem mennék bele, mert egy nagyon izgalmas a téma, hogy nem szeretnék beszélgetni, mert ugyanis rátérnék, hogy akkor mi az ego, mert az ego is olyan, mint egy külön személyiség, az is itt van benne, mert akkor megnyitom, hogy ki az én, ki az ego, és akkor ebben most belekavarodnak szerintem, hogy egy órán beszélgetik, amikor legközelebb lehet, hogy megvalósul, véges az időnk, és mindenképp örülök, hogy így volt egy hozzászólás, mert szerintem ez az olyan, hogyha minél többen összeülünk, és akkor beszélgetünk, hogy a témában mindig hozzárakja a sajátját, és nem az a cél, hogy most azt mondja, az enyém jó, mint a tiéd, vagy az övé, hanem azt mondja, hogy a lett. De mindig egy kicsit szkeptizmus az azért jó a másikéval szemben, mert ő nagyon befogadott, és elhiszed egy az egybe azt, amit ő, és hát tudjuk a történetben, hogy sok ilyen ember, akkor ezt kihasználta. Én nem az vagyok, hogy ilyet nem tudom. De változhatjátok, hogy mi ez a célom. Mindenki biztos, hogy az önismeretnek a maradjuk így, hogy csak figyelsz, ami történik benned. Az talán a legegyszerűbb is, akkor mindig kikerült ezt, hogy most kifigyelni. Csak gondolatok az érzését, az érzelmeit, a cselekedeteidre. Csak figyelem van. Nincs is más. Mert amikor nem kezdesz el foglalkozni magaddal, sokszor érezheted azt, hogy valami nehezen megy. Vannak valami problémáik. És ez megint visszakanyarod a szokásokra. Ez olyan, mint amikor van rajta egy hátizsák, és tele vannak kövekkel. Tele van problémákkal, olyat, hogy cipelsz. És észre sem veszed, hogy ezt cipel, mert megszaktad a súlyát, ugye, mint a kis elefánt. És akkor elkezdesz ezekkel befelé figyelni, akkor rájössz, hogy van egy hátiság, amit tele van a cuccokkal, és akkor ezeket ki tudod pakolni. És könnyebb lesz az életed, felszabadul energiát, amit is kell valami használni. Illetve, hogy most mit miért csinál az ember, ezzel meg nagyon el lehet kanyarodni, mert én is ott vagyok, most ezt majd miért csinálom? Én akarom, hogy mások vagyok, hogy akkor nagyon a végletekben lehet esni. És akkor vigyázni kell ezzel is, mert akkor most ezt megcsinálom, de nem biztos, hogy ezt én akarom, úgyhogy inkább nem csinálom. Tehát ez is ugye bezárhat. És akkor a Freud mondta erre, hogy szivarni, ha csak egy szivar. Nem kell mindig erre gondolni dolgokat. Meg egy másik nagyon jó példa, hogyha egy nap egy börtöncellába ébredsz, de nyitva van a cella ajtó, ne gondolkozz azon, hogy jutották oda, csak menj ki az ajtó, és kész. Tehát ha meg tudsz szabadulni, rájössz, hogy ez neked probléma, és meg tudod abba tudod, akkor hagyd abba, és kész. Ha nem, akkor érdemes visszamenni, lehet, hogy múltadban volt valami, lehet, hogy ez egy kicsit összetette. De ha abba tudod hagyni, ha meg tudod állni, tudsz, hogy látod, akkor csinál. Ne gondolkozz azon, hogy most honnan jött ki, mitől, miért csinál ezeket. Tehát mindig a legegyszerűbb megoldás válasz általában megint a túlélésre. És itt is, hogyha nem megy, mert még megint tudjon az vissza, megint megy el a búcsiba, akkor érdemes kicsit visszállni, kicsit elgondolni, lehet, hogy valami mélyebb dolog, valami, ami ott van benne, vagy valamit, egy régi emlék, ami most vissza, és azon az olyan dolog ezzel megküzdeni. De hogyha tudsz, akkor csak engedd el. Akkor nincs miért foglalkozni, mert nincs nagyon több dolgod vele. És hogy itt is egy, hogy ki milyen mestertől tanul, vagy kell egyáltalán mestertől tanulni, milyen módszert tanulni, kicsit öntve, neked milyen küzdőskorodtság, nem tudom én. Hát amilyen szeretnél. Mit tanulnak? Milyen mestert válsz? Kell a mester? Én nem tudom. Én azt tudom, hogy nekem volt olyan, hogy kellett egy mester, akitől tudtam tanulni. Mint egy harcmészetet, mint ebből az önismeretet idejét. És valamikor meg úgy éreztem, hogy most nem kell tőle tanulnom. De ez így hullám. Aztán lehet, hogy megint azt fogom érzni, most megint kell valami. Vagy azt, hogy neked, hogy kitől tanulsz, hogy kivel beszélsz, hogy elmegy az ember, hogy a segítséget kérnád, az ciki. Szóval megint az a gyengeséggel, de szerintem az nem igaz, csak ez is így rossz köszönöm. Hát akkor menjél, tanuljál a hegyi sámántól, hogyha úgy érzed, menjél pszichológushoz, hogyha úgy érzed, beszélj a barátaiddal. Mindegy, hogyha akivel le tudsz tudni beszélgetni, ott érzed, hogy szeretet van, elfogadás van, empátia van, akkor az már jó. Ha ezek nincsenek, akkor az más lesz az eredménye. És akkor most, hogy milyen érzethez, hogy mit csinál, az meg megint rajta múlni. Valaki nyitotta a spirituálisabb dolgok, valaki inkább a tudományosabb, valaki ez, valaki az, ezt mindenkinek meg kell találnia, hogy ő neki micsoda, hogy milyen mester, csoportban, egyéni
rengetegféle fajta van. Én megint nem tanácsolok senkit semminek, én amiket mostanában figyelve, azt most elmondom, hát és aztán lehet, hogy valaki tanul belőle, hogy én most próbálom lassítani az életem mindenben, ahogy beszélek, hogy ilyen az életemet, hogy én észrevegyem a szokásaimat, próbálom csendben maradni. Most ez nagyon jó szerintem, vannak ilyenek ilyen csend táborok most már. Mindenre kitalálhatod, hogy pénzt lehet csinálni, de tényleg jó, hogy akkor mit, egy három napig csend. Nem beszélsz, nem nézed tévét, se telefon, nem írsz, nem olvasol, nem beszélsz. Csak vagy. Az izgulj, próbáljátok ki. A második nap után azért már így, hogy akkor már most kibeszél, ki van itt? Ez jó dolgok szóltak, de nagyon jó. Tehát, de ha csak nem ennyi, csak naponta, csak ülj le egy 10-15 perc, és maradj a csendben. Csak legyél. Ha megteheted, mert nyilván az elég most család, meg gyerek, meg meló, ez nehéz, de hogyha tudsz szakítani egy kicsit csendben maradni, akkor meg tudod hallani ezeket a belső dolgaidat, és tudsz talán figyelni. Kicsit jobban maradni. Találj egy szerető közösséget, vagy csak, akár csak egy ember, aki tényleg elfogad olyannak, amilyen. Tehát nem akar megváltozni, nem akar neked segíteni. Aki segíteni akar, az már valamit akar, de nem akar téged változni. Én nem hiszem, hogy... úgyis csak te segítesz magadon, tehát úgyis bármit mondok, az, hogy te most megcsinálod, de nem az rajta segít, te most akkor ki segíted ki. Hát te csináltad, maximum, csak tőlem hallottad. Hát nem azért kell hogy valakit a segítséget kér, hanem csak egyáltalán valakit meghallgat. Hát az is legtöbbször nagyon sokat szokott segíteni, hogy csak el tudom mondani, hogy mi bánt is, meg tényleg odafigyel rád, és most elfogadod, és szeret. És az, néha már ez is. Tehát az is, amikor valaki a legyőbb, akkor mit csinál? Nem mondom semmit, de általában az beszél, akivel vagyok, és akkor ennyi, hát jó. Tudod, hány embernek tudom, hallgatják el meg? Vagy nem úgy hallgatják el, hogy aha, és közben meg főznek, meg nem. Tehát amikor odafigyel rád valaki, az elején az furán. Nem tudom, hogy volt, amikor tényleg én rám valaki odafigyel, és beszélhetek, hát az először az egy fura érzés, mert mindenki vagy megfigyeltek rám, vagy elnyugtak általában, és akkor végre te most beszélhetsz, hú, nem is tudom, mit mondjak. Meg akarod megfelelni mindenkinek. Valamilyen szinten úgy is meg akarunk, mert egy közösségben szeretett a közösség, az, hogy, tehát ugye ez túlélési ösztönet is, ugye törzsekben azért felhívott az ember, hogy nagyobb esélyen a túlélési, tehát mindenki ez bennünk valószínűleg az nem nagyon lehet kikerülni, de mindegy, hogy kinek szeretnél, meg nem mindegy, hogy milyen mértékben, és aztán bele lesz, hogy szaladni szép csoportosulásokban, de hát valamilyen arra szükségre nem tudsz, hogy szóval egy szívben jó, hogy mindenki kell, de tényleg, hálás, és azt, hogy egyáltalán vagyok, tehát azt, hogy itt élek. Még nem is az, hogy sokan most legyek a boldog, hát az már bónusz. Szerintem olyan örülök, hogy vagy. Mert sokszor az, hogy megmondjuk, hogy milyen érzést szeretnék magamra, de örülj neki, hogy éles lesz. Tehát örülj neki, hogyha van benned egy fájdalom, Máté lesz egy szomorúság, akkor mindig azt jelenti, hogy még vagy. Mert a halál az tudni. Ott nincs izgalom, ott nem veszélyes, az izgalmas. Nem tud fésem. Ha még élsz, látom a veszélyes, látom a kiszállítatot, de ne szelektáljon, hogy nem én valamit arra próbálta, ne szelektáljon az érzések. És el is hallott egy nagyobb példát, hogy az elvárás, hogy olyan, mint hogy állsz egy pódiumon, és repülnek fel egy különböző színű labdák, pirosak, zöldek, feketék, teljesen mindegy, és azt mondod, hogy nekem csak piros színű labda kell. És keresed a piros színű labdát, egy csomó már nem mellette, nem is láttad, de neked csak piros kell. És amikor végre megfogod a pirosat, rájössz, hogy a zöld kell. Kicsit ilyen, hogy nekem így kell, ez kell, azt kell, és amikor végre megmozsakálsz, hogy ah, mégsem. Mert azt élet, mint ami van, ami most itt van, nem pedig van. Még hogy miért nincs itt még 50 ember, nem ilyen jó van, 50 ember, 60 ember. Hát nem értem azért sem, azért, mert örülök, hogy most aki itt van, és ez egy tök jó dolog. És lehet, hogy nem lehet volna jobb, hogy 50 ember, lehet, hogy rosszabb volna, nem tudom. De az a lényeg, hogy most, ami itt van. Tehát figyeljük a szokásokban nekem is, hogy használod a szavakat, és szerintem ez majdnem mindenkire igaz, de én csak saját magamat próbálok törni, az is úgy a legjobb feladat. Ez, hogy magam megvédjem másokat magamtól. Az nagy feladat, nem olyan egyszerű. Főleg, hogyha még beszélek is az emberekhez, de valaki tényleg hogy nagyon nyitott, ő tényleg elviszi, amit ő mondok, és tényleg megcsinálja, hogy ha végén rossz lesz belőle. Akkor mondhatnál nyilván, hogy a hibás. Szóval meg mindig felelősség. Nyilván az egyén is, hogy te most ezt megcsinálod, de attól függetlenül a saját felelősséggel, aki megfelelő beszélhetnek, az aztán egy kicsit több. De a lényeg, hogy